Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jöjjön végre egy fegyvermodolásos videó itt a Warframe-ben. Várni akartam egy kicsit ezzel a videóval, főleg azért, hogy úgy is igazából én is jobban kicsit kiesmerjem ezeket a fegyvermodolásokat. Aztán idővel rájöttem, hogy hiába modolgathatsz össze-vissza a fegyvermodolás, egy aféle amúgy is egy nagyon személyes döntés. A Warframe-eknél van egy bizonyos kötöttség, hogy így húzott ki, úgy húzott ki. A fegyvereket viszont azért többnyire az ember a saját íze szája szerint húzza ki. Úgyhogy most az én módszerem fog jönni a saját beállításaim, de attól függetlenül minden fegyvereknél vannak bizonyos sebzéstípusok, amelyek bizonyos fajokra így a játékon belül hatékonyabb, és akkor arról is fogunk beszélgetni egy kicsit. Na de, vágjunk bele a lecsóba. Nos. Oké, hát nem a Strum Raider fogjuk kezdeni, abban most raktam egy formát, hanem mit tudom én, karaktersék, ez jó lesz. Fegyverekről annyit, hogy nem egy vészesen dolog nehéz modolni, kellenek a fegyverekbe az igazán jó modok, és mint mondtam azért, az, hogy hogyan modolunk egy fegyvert, az többnyire a mi saját döntésünk, de viszont vannak tipikus damage fajták, amelyek tipikusan hadnak ellenfelekre, és ezek például, ugye itt van például ez az úgynevezett korrózív. Ez jobban hat a Grinirre és a Voidban lévő Grinirekre, vagy és azoknak, akiknek armorjuk van az ellen, jobban hat. Van a... ezen nincsen többi konfig... Van a magnetikus és a gáz damage, az pedig jobban hat a korpuszra. Aztán van a viral damage, az jobban meg a gáz damage. Az jobban hat az infestedve, ha bár a viral damage is egészen jó hat a grinirekre is, de attól függetlenül a fegyvereknek van még egy csomó olyan statja, amit érdemes erősíteni, és így mondta azért mindenkinek legyen a saját döntése, hogy mit, hogyan erősít a fegyveren. Amit érdemes figyelni a fegyvereknél, az a critical chance, critical multiplier és status, és továbbá az impact puncher és slash damage-ek közül azt, amelyik magasabb. És azt érdemes húzni, tehát azokat az adatokat érdemes húzni, amelyik gyakorlatilag magasabb az adott fegyvernél. Ezért húztam én az impact damage-et, mert hogy az volt a legmagasabb éppen a karaknál, és critical multiplier az jött valamivel szerintem, ja, vital sense-el, és gyakorlatilag nem raktam volna be critical multiplier-t a vital sense-el, csak azért raktam be, mert éppen arra volt hely. Tehát magyarul már van két forma a karak raid-ben, de még egyszer le kell formázni, hogy bele tudjak rakni egy olyan modot, ami nem tudom, tehát például a Hammershotot, mert státuszt ad, és a státusz egész jöhetnek a fegyvernek, például a Hammershotot bele tudjam rakni, hogy igazán jó legyen, vagy bele tudjam rakni még a Rhyme Roundsot például, hogy a Heat és a Cold Damage együtt Blast Damage-et adjon, és akkor lesz korrózív és Blast Damage, ami igazán hatékony lesz a Voidban, vagy a Grinir lakta bolygókon, szóval így kell gondolkodni, tehát mindenképp bele kell rakjak még egy formát, hogy jó legyen. És ez a másik dolog, hogy a legtöbb fegyvernél, úgy mondjuk a 95%-ánál, hogy egy tökös ütős fegyvered legyen, formázni kell. Le kell formázni azt a bizonyos fegyvert. Valaki írta volt az egyik videóm alá, hogy ő is szokott járni T4-re, vagy T3-ra, vagy T-valamire, és a fegyvered nem tud annyira igazán hatékony lenni, mint ahogy látja a videóban, vagy másoknak a videójában. Ez ezért van, mert egy-két adott fegyvert, nem mindet, de a legtöbb fegyvert formázom, nem egyszer, nem kétszer, van, hogy négyszer a boltoromba például egyenesen 60, hogy igazán istentelenül hatékony legyen. Nos, úgyhogy legalább jó, hogy megnéztem ezt a fegyvert, mert tudom, hogy a Vital Sense nem ide való, és ki kell, hogy vegyem. Vannak alapmodok, amit érdemes megfontolni, hogy beleteszed a fegyverekbe, amik alapból eleve csak például az összesített sebzést emelik. És ez a Heavy Caliber, a Serration,
és a Split Chamber. Ezek alapból növelik a bizonyos sebzéseket. A Heavy Caliberrel vigyázni kell, mert amennyi damage-et ad, leveszném valamennyit az Accuracy-ból. Na most, valaki szereti ezt a mondot, valaki nem. Én úgy szoktam ezt hívni, van, aki tud célozni, és van, aki nem. Ezért nálam a 98%-ánál a fegyvereknél benne van, mert tudok célozni. Egy kicsit csak megszokás kérdése, még akkor is, ha mondjuk egy íról van szó, mert ott azért nagyon félre lehet lőni vele, de megszokás kérdés, hogy mekkora lesz a golyóhelyet, és az kész. Split Chamber egy nagyon jó kis mod, az a gő, hogy erősít általánosan mindegyik sebzésen, multishotot is ad, vagyis kettőt lősz, de csak egy golyót számol el a tárban, ami nem olyan rossz, a szerrésen pedig alap damage mod. Na, amire még érdemes figyelni, vannak ezek a nagyon jó kis modok, mint a High Voltage, a Wildfire, Rime Round, Malignant Force. Na, ezek azon kívül, hogy extra sebzést adnak, státuszt is adnak, és hát nem tudod dönteni, hogy hogyan kombinálod például a sebzéseket, hogy csak státuszra épített ki, vagy itt van ugye Malignant Force-om és státuszt ad, és akkor rárakod az infected clipet, és akkor még több toxikus damage-et kapsz például, ami nagyon effektív lesz az infested meg a korpusz ellen. Szóval el tudod dönteni, hogyan modolod ki a fegyvered, mindenkinek úgy van, hogy egy személyes döntése ezt, hogyan érzi jónak és hogyan csinálja jónak, de mindenképp vannak tipikus sebzések, amelyek jók, tipikusan bizonyos fajta ellenfelek hez. Na most. Jöjjenek a kardok. A kard is egy érdekes dolog. Az az igazság, és biztosan csodálkozom, mi a jó istenél raktak bele 500 fajta kardot ebbe a játékba. És igazából azért van, mert hogy a kardot valahogy egy kicsit a Warframe-hez választod. Szóval a Warframe fogja eldönteni, milyen kardot adsz a kezébe. És itt van például a Trinity, a Valkyr, akiben most raktam újra egy formát, és az eddigi kardja volt a Skindo, és most hát van ez az Anku, ami az egyik új fegyver, és nagyon-nagyon-nagyon jó kis fegyver. Az egyik érdekessége az, hogy nem igazán kell bele forma, kell bele egy Oroki kataliszt, de nem muszáj beleforma, mint láthatjátok, én így húztam ki ezt a fegyvert, és mindegyik mod benne az fullos, és elég hatékony tud lenni. És megvannak neki azok az adatai, ami például a Valkyr képességeihez nagyon illik, mert például ugye a Valkyrnek az ultimate képessége függvényben áll a fegyverrel gyakorlatilag, és annak is az, hogy milyen kritikus sebzései vannak a fegyvernek. Na, és ezért volt jó a Skindo is például, mert magas sebzéssel rendelkezik, magas kritikus értékekkel rendelkezik a Skindo, mint ahogy ez az Anku is. Így aztán az ultimate képessége nagyon hatékony tud maradni, ha bár még csak próbálgatom ezt az összeállítást, de majd kiderül. Most fegyvereknél is ugyanúgy, mint a, vagyis a kardoknál is ugyanúgy, mint a gépfegyvereknél, ugyanúgy számítanak ugyanazok a fajta damage-ek, ezért láthatok itt korróziót, a B-konfigba, az A-konfigba, a radiation csináltam már, és ugye ami jó, megint csak a hát a korpusz ellen is jó, meg a greenier ellenek, a greenier, sőt az infested ellen is, és a radiation meg, és itt van egy tipikus korpusz összeállítás, ami magnetikból áll, és gáz damage-ből áll, úgyhogy gyakorlatilag a korpusz ellen ezért teljes mértékben hatásos összeállítás. Vannak természetesen alapmodok, amiket érdemes megfontolni, ha beleteszel egy fegyverbe. És ez ugye egyik az alapmod, a milli damage gyakorlatilag. És a másik, hogyha egy nagy fegyver és úgy lassú lesz, akkor a Fury az, amit érdemes megfontolni, és van neki egy másik társa, a Berserker, amit itt láthattok. A különbség, a jó dolog mind a kettőben az, minél gyorsabb a kardod, annál nagyobb esélye van annak, hogy kritikust ütsz, tehát critical chance 20%,
kritikust ütsz, annál nagyobb lesz az esélye annak. Na most a két mod között a különbséges, ahol érdemes felhasználni legalábbis úgy gondolom, az az, hogyha egy nagyon magas szintű voidba akarsz menni, ahol tudod, hogy egy bizonyos idő után rengetegen leszek, és körbe fognak venni az ellenfelek, akkor érdemes használni a Berserkert. Azért, mert a Berserker 24 másodpercig hihetetlenül magas, gyors sebességet tud adni, akár 74%-os felgyorsítást is, és amikor rengeteg az ellenfél, akkor Berserkerről Berserkerre mész, vagy sebességről sebességre mész, nem fog kikapcsolni a sebességmód. A Fury pedig állandó sebességet fog adni, és ez úgy értem, hogy kisebb pályákhoz jó, ahol nem lesz annyi ellenfél, de szeretnél gyorsan menni, szeretnél gyorsan haladni. Tehát ez a különbség a kettő között. És onnantól kezdve megint csak mit figyelsz a kardoknál, és critical chance, critical multiplier, damage típusok, és ennek ugye a puncture damage-e volt a legnagyobb, mert 179 alapból és 332-re gyúrtam. A többivel annyira nem foglalkozom, mert fölösleges, és megcsinálom azt a bizonyos elemi sebzést, hogy mégiscsak hatékonyabb legyen a sebzésed. Nos, ennyi lett volna a fegyversebzés, fegyvermodolás nagyjából. Nem egy nagy kunst, azt hiszem érdemes kipróbálni, de ne felejtjétek, forma, 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 forma. Addig formázod, amíg OP nem lesz az a bizonyos fegyver. Nos, gyakorlatilag ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!